negyedik helyen áll. És ha már szóba került Kelly Pavlik, ő a WBC bajnoka is, és a Fight News összetett ranglistáján is az első helyen áll. Csak érdekességként Arthur Abraham a második, Vinky Wright a harmadik, Felix Sturman negyedik. És a sporttelevízióban már több alkalommal látott német Sebastian Silvester áll jelenleg az ötödik helyen középsúlyban. Itt van tehát még egyszer Steven Bendall. Fordított alapállású, ökölvívó, magas, hosszú karú, nem lesz egyszerű megoldani. Paul Smith lehet, hogy élete talán legkeményebb csatája előtt áll. Még egyszer tehát 28 győzelem, ebből 13 a KO-k száma, 4 vereség az eddigi 32 mérkőzéséből. Itt pedig Paul Smith. 23 meccs, 23 győzelem. Legutóbb szerezte meg az üresen álló angol középsúlyú Tont Cello Randall legyőzésével. Az a meccs is 10 menetre volt kiírva. A hatodikban TKO-val győzte le ellenfelét. Ez március 8-án történt. És a helyi speaker is azt hangsúlyozza, hogy veretlen Paul Smith, meg is ünneplik tisztességgel őt. Az utolsó eligazítások a mérkőzés vezetőtől. Itt még akár kérdést is lehet feltenni, de azért meglepődnénk, hogyha valaki itt esetleg a szabályokról érdeklődne. Tisztában vannak vele, biztosan. Az első menet tehát a középsúlyú angol bajnokin. Steve Bendall tehát a világos nadrágban fordított alapállással, Paul Smith pedig fekete nadrágban kezdi meg a küzdelmet. Itt ebből a képből nagyon jól látni, hogy Bendallnek hosszabb a karja, Smithnek tehát valahogy majd oda kell keverednie az ellenfél közelébe. Alapvetően azt hiszem, hogy meghatározhatja majd a mérkőzés arculatát, e tény. Nem találja még az ütőtávot, Smith. Még most jött az öltözőből. Lesz még ideje 10 menetben. Ez látszik rajta, hogy nem akar kicsit ütni. Bár nyilvánvaló, hogy az ő szempontjából jól jövedelmező lenne, hogyha minél előbb meglelné ezt a bizonyos ütőtávot, amiről Gálászló beszélt. Most egy balhorog becsúszik Bendel állára. Kicsit meg is volt testen. Rögtön utána ráhúzta jobbal, igen. Kóna alá csapta Bendel ellenfelét. Tehát ezt nem erre játsszák. Gyorsan egymás karjaiban végzik. A menet feletelt el. Uff, hopp, ez inkább csúszás volt. Ebből a kamerálásból ugye nem lehetett látni, közben akár kaphatott is volna Smith ütés, de semmijel nem mutatott erre. A mérkőzés vezető is semmisnek minősítette a történteket. Kicsit megideges. Megvédeni mindig nehezebb a bizonyos címet, mint megszerezni. Szép volt. Ez azt talán nem kellene annyira menni előre, de megvárni, hogy meginduljon Bendel, és abba beleverni a jobb egyeneseket. Hát a hajlandó megindulni Bendel. Ezt ki kellene provokálni talán. Bendel most egy felütéssel kísérletezett, horga megült az ellenfél bal fülén. Már furcsa horog volt ez. Csúnyán akkor nem fogalmazni, inkább parasztlengő. Bendel most rászánta magát, hogy előre rendült, csak aztán konstatálta, hogy nagyon közel kerültek egymáshoz, így gyorsan lefogta Smith-t.
10 másodperc, az az utolsó pillanatait éljük az első menetnek. Ott a köteleknél fejezik be. Jobban mondva, még egy gong utáni balkezessel Paul Smith fejezte be, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy fogékony a fair play-re. Kicsúszott, mondjuk azt. Mik a benyomásaid egy menet alapján? Kicsit fejetlenül jön előre talán Paul Smith. Igen, egy kicsit ideges. Szerintem kicsit türelmesebben kellene, és figyelnie kellene az ellenfél mozgását, nem csak a saját ütéseire odafigyelni, de abban is látszott, hogy az álló, kötélni álló Bender mellé ütött, el se lépett. Gyakorlatilag nehéz volt mellé ütni, de szerintem egy kicsit ideges. Talán fárad egy kicsit. Bender szemmel verte a kesztyűjét. Most láttuk is. Igen. Hopp, ez volt, amikor viszonylag jó feltartó ütésnek számított, csak hát hátsó kézzel ütötte így ebben a formában. Hát ugye megkérdőjelezhet a jelentőséget. A fordított alapállásúaknál mindig a hátsó kézzel könnyebb eltalálni. Tehát mindketten a hátsó, az erősebb kezükkel tudnának pontosabban találni ugye a kiütési pontra, az álcsúcsra. És amikor mozdul előre az ellenfél, akkor jó tempóba bele tudja érni, akkor gondba kerülhet a másik. Gyönyörűen csínybe tudnának ütni ebben a megoldásban. De akkor nagyon kétesélyesen. A mérkőzés vezető jobbra-balra részett, hogy most melyikre számoljon előbb adott esetben. Egyelőre tehát hiába keressük, nem igazán találjuk Paul Smith várható fölényét, elvárható fölényét. Ez még nagyon nem öltött testet. Ez, hogy az előlelő kezükkel, mint vívótörrel harcolnának, ez inkább Bendelnek jó, mert hosszabb a karja. Most viszont Smith rájött arra talán, hogy az ilyen közelharc üdvözítő lehet neki. Látszik, hogy ő nem technikázni akar, hanem harcolni. Férfiasan megbeszélni. Igen. Próbálja betenni a kötélet. Rá akarta beszélni Bendelt, hogy valahogy hátráljon oda, de Bendel inkább megáll a ring közepén. Hát okosan próbál a ring közepén maradni, minél nagyobb menekülési útvonala legyen. Több irányba is már el tudjon pucolni adott esetben. Igen. Látszik, hogy itt nem is tud vele mit csinálni, Smith. Az eddig látottak alapján pedig Smith ütőere nyilvánvalóan nagyobb, csak ezt nem tudja kiaknázni. Bendel egyenlőre az esetek többségében megoldja azt a problémát, hogy távol tartsa magától Smith-t. Kicsit fejetlen Smith. Valószínűleg fontos szerep lesz, szerephez juthat a mérkőzésen az a tény, hogy mikor higgad le Smith. Vagy a kondíció. Lehet, hogy mire lehiggad be, elfárad? Kinek van jobb kondia? Több szempontot kell még itt figyelemben vennünk. Smith szabad kezével megpróbált egy-két felütést belepumpálni ellenfelébe. És megint az előlevő kezek. Próbálják elhessenteni a másikat. Bendel próbálkozott meg most előre rendüléssel, de pontatlan volt kétszer is. És vége a második menetnek. Felfedeztél valami változást az elsőhöz képest? Hát talán Bendel egy kicsit megpróbált ellenállni, próbál taktikát változtatni, és próbál, ahogy beszéltük, a ring közepén mozogni. Az neki kedvezőbb, és Smith ő csak a kötélni álló ellenfelet tudja elég jól megütögetni. Tehát vagy akkor semmi, hogy az első menetben láttuk. De ott veszélyes. Mindenképpen az lenne számára az üdvözítő, ha odaszorítaná Bendelt, és megpróbálna elárasztani valamiféle ütés kombinációval. Igen, hogyha Bendel tud mozogni, és a ring közepén lenni, tehát hogy a Smith maradjon a köteleknél, akkor gondja lehet Smithnek,
mert hogyha egyet lép hátra, akkor már képes újra elesni. Egyet lép előre, és onnan próbál mindig ütni. A harmadik menet következik, kiírt 10-ből. Mint említettem, Smithnek a 23 győzelméből 13 fejeződött be pontozóbíri közreműködés nélkül, tehát több mint a felét nyerte kiütéssel. Bendel viszont 4 vereségéből mind a 4 alkalommal kiütéses vereséget szenvedett. Tehát ő arra alkalmas, hogy hosszú karjaival kipontozza az ellenfelet. Ismét társas tánc a ring közepén. Nem akarja engedni a pozícióját. Inkább összekapaszkodnak. Csak oda vitt a kötőhöz. Be is szaladt egy balhorog ára. Valaki vérzik, mint hogyha vérfolt lett volna a vállon. Igen, Bendel feje. Hol repedhetett fel egyre? Nem látni, mert most már itt az egész. És fönt az ornyeregnél. Ez visszavetheti Bendelt, aki jelentősen vérzik. Most már Smith szinte egész felső teste véres. Mindez természetesen Bendel fejétől. Már úgy tűnik, hogy egyenlőre nem zavarja őt a látásban. A szemébe még nem folyt bele a vér. Akkor lesz számára kínos, hogyha az is bekövetkezik. Próbálját vagy az irányítást. Valamivel több mint egy perc van még a menetből. Ezt Bendelnek most valahogy ki kell védekeznie. Bár úgy látom, nem erősödik ez a vérzés, a szünetben nyilvánvalóan el tudják állítani majd. Hoppá! Beszaladt egy jobb kéz. Rá is gólintott. Nyugtáztak. Arra gondolt, hogy kicsit nagyobb, akkor jó lett volna. Viszont Bendel az esetek nagy részében még mindig tudja tartani pozícióját a ring közepén. Az a kérdés, meddig bírja ezt az idegi feszültséget, mert azért annik, attól függetlenül, hogy nincs ütés, azért veszélyezteti őt. Az orra előtt, igen. És azért bármikor benne van egy-egy nagy pofon, ez is fárasztó. Az meg ugye köztudott, hogy az idegrendszer előbb fáradhat el, mint a fizikum. Mert azt ugye lehet fejleszteni jó edzés munkával. Bendel előre lendül, most ő tereli be a sarokba Smith-t. Elég volt az idegeskedésből. Gondolta megnyugszik pár másodperc elejéig így a menet végén. Vége a harmadik menetnek. El lehet állítani a vérzést Bendel fején. És a hosszú fiú továbbra is jól manőverezett a ring közepén. Azt hiszem leszűrhetjük ezután a 3 perc után is mindezt. Lehet, hogy ez volt a repedés oka. Igen. Ez a bal egyenes. Inkább az összefejelés. Az azt követő? Igen. Ott. Most. Aha. Kicsit belemerevettünk a mérkőzésbe. Még szerencsé, hogy szünet van. Szép kép. Bendel tehát eddig az utolsó találkozóját veszítette el. Mint említettem volt, akkor Dahlen Barkertől kapott ki. A Commonwealth Middleweight, vagyis a nemzetközösségi középsúlyú bajnoki címért. És ezt megelőzően még 3 veresége volt. Az első 2004-ben Scott Dan ellen. Addig jól alakult a karrierje 97-től kezdődően. Tény is való, hogy nagyon kellemetlen ellenfél hosszú karjaival. Tehát egy átlagos képesség ökölvívó nem könnyen tudja őt megoldani. Smith megpróbálja visszavenni az irányítást. Erőszakos lenni, nehogy túlságosan bátorodjon.
szép bal egyenest vízbe megint oda, valahova a szakadás környékére. Hoppá, megint ezt a mókát most kétszer megismételte. Gyors a balja Smithnek. Ez lenne jó neki, szerintem gyorsabb, mint Bentley. Ha jó ütemben indul meg, akkor Bentley valószínűleg nem tudja lekövetni. Igen, ez az. Csak a jobb kéz elcsúszott, az már nem volt pontos. Ezen mindenképpen javítania kéne Smithnek, és akkor tudná zavarba hozni igazán Bendelt. Most megint jó a bal kéz. Látszott, hogy megbicsaklik Bendel feje. Most már könnyebb dolga van Smithnek, mert hátrébb húzta a jobb kezét. Most jobban is betalált Smith. Igen. És most már könnyebben közel tud menni hozzá. Mert túlságosan távol tartotta az első kezével. Lehet, hogy az idegi fáradtság, amiről beszéltünk, elérte Bendelt. Hogy legalábbis kevésbé tud koncentrálni az ilyen szituációkban. Most már sorozatban nyeri be a balkezeseket. És most már gondolom óvatosabban nyújtogatja majd előre saját jobbját, hisz a fölött szokta Smith bevinni a saját bal kezét, mint most is, tessék. Ez nyilvánvalóan megint összefejeltek. Még inkább óvatosságra készteti Bendelt. Most elveszített egy picit a fonalat, látszik. Ez az első menet, amikor egyértelmű Smith fölényről beszélhetünk. És látszik, hogy mennyire óvatossá vált Bendel jobbja. Nagyon ritkán talál, még hogyha előre is nyújtja. Smith is megpihen így a menet végeztével. De azt hiszem elmondhatjuk, hogy ebben a három percben egyértelmű volt a fölénye. Bendel egy kicsit fáradtabbnak látszik. Frank Valent, a menedzsert is láthattuk. Picit izgul a szorító mellett. Ez egy gyönyörű balkezes volt. Belépett és nagyon keményen. Bendel arcán látszott is a megrökönyödés. Ez pedig egy bal-jobb kombináció. Rögtön a bal kéz után meglepte jobbal is Bendelt. Smithnek látszik tiszta a tekintet, abszolút nem rieg. És ez azt jelenti edzői szempontból, hogy rendben van a versenyző. Bendelt minden esetre kimaszkírozzák, hogy lecsusszanak az ütések. Főleg a sérült rész irányából. Ötödik menet. Kicsit lóg a kötés a kesztyűn, igen, ezt veszi észre rögtön a mérkőzés vezető. És viszi vissza a sarokba Bendelt. Ez jó is jön neki. Nem tartom kizártnak, hogy direkt hagyták úgy. Volt már ilyen. Kicsit nehezen is sikerül ragasztani. Ajjaj. Nagyon makrancos ez a ragasztó szalag. Na csak. Azt hittem most az egész alkarját betekeri vele. Na, értékes másodperceket nyert pihenés gyaránt Bendel. Természetesen azért az edző nem végzett 100%-os munkát, picit látni még mindig, hogy lóg az a szalag. Jó jöhet még. Igen. Olyan mennyire lesznek határozottak a jobb egyenesek Bendel részéről, mennyire vált óvatossá az előző menetben elszenvedett verés kapcsán. Smith megint pontatlan. Túl nagy lendülettel indul előre. Felütéseket próbál meg belepüfölni az ellenfélbe. Smith azt a taktikát választja, hogy egyszerűen rányomja ellenfelét a kötélre, megpihen annak vállán, és hatalmas felütésekkel próbálkozott. Bendel mutatja, hogy ő nem fog, pedig valójában nagyon okosan csinálta.
Smith egyszer megpróbálna kettőt ütni a balorokra, ne egy gyorsost, lehet, hogy... Mint azon a lassításon láttuk. Fontosan a jobb szünetben. Mérkőzés vezető is megdolgozik a pénzéért. Szerencséje volt. 40 másodperc az ötödik menetből. Ez most megint kiegyenlítettebb. A rövid Bendel. Érdemben, vagyis bevitt ütésben nem sokat tud hozzátenni Bendel a meccshez most. Most megint passzívabb etap. Ez az ötödik menet. Ott talán ránk akarnak cáfolni így a vége felé. Itt szeretsz, Miss. Oda szorult Bendel a kötélhez. Inkább azt a szabálytalanságot emelte ki a mérkőzés vezető, hogy lenyomta ellenfele fejét Smith, ami valóban megvalósult. Így próbálta meg közelebb juttatni saját ökléhez. Sokat fejjel. Smith. Hogy beugrik, mindig előre dobja a fejét. Veszélyes, és ez miatt lehet, hogy Bendel nem is tudja csinálni azt a taktikát, hogy veszélyes, megsérülhet könnyen, amit szeretne. Nem először út gong után, ráadásul. 25 esztendős egyéb iránt Smith. A Liverpoolban született, és jelenleg is ott él, ott lakik. Ez indult egy kemény felütésnek, de nem igazán talált álcsúcsot. Így aztán nem tudta vele megrendíteni Bendelt. Testre jó volt. Fejre viszont már megint pontatlan, és utána gondosan lenyomja ellenfele fejét, és utána üt testre. Ha meg kéne mintázni a sportszerűség szobrát, akkor valószínűleg nem Paul Smith-t kérnék fel, hogy álljon oda. Lehet, hogy rossz. Bendel kesztyűje megint dolgozott a ringsarok. Kíváncsian váratjuk, milyen eredménnyel. Most rendben minden. Hatodik menet immáron. És leszámítva a negyedik menetbeli Paul Smith fölényt, nem lehet azt mondani, hogy bármelyik öklöző fölényben lenne. Pedig Smith lényegesen gyorsabb. És szerintem nagyobbat is tud ütni. Valahogy nem hozta magával a pontosságot, igen. Említetted az első menetben, hogy kereste az ütőtávot. Isten igazából azóta sem találta meg. Talán a második menet volt az, amikor úgy, hogy kezdett ráérezni. Igen, aztán a negyedikben fejjel közel. Hát úgy attól függetlenül szerintem vékonyan nyeregeti a meneteket, de hát ettől több van benne. Most talált jobbal. Mondhatjuk azt, hogy az alapképességeket, hogyha figyelembe vesszük, akkor jóval biztosabban kéne, hogy vezessen. Az az eset is elképzelhető, hogy Bendel egy menetet sem kapott a pontozóktól. Ez a lehetőség is benne van a pakliban. Smith megint egy felütés, aztán jön a bíró. Óvatatlanul belehasít az ember tudatába, hogy aki már látta Kelly Pavlicet boxolni, ugye a WBO-nál ő a világbajnok, és Paul Smith a tizedik, tehát akár ki is hívhatná. Van rá jogosítványa.
No hát ezzel a teljesítménnyel nem jutna sokra. Ez szerintem ellenfél függő, és lehet, hogy nem nagyon fekszik neki ez a Bender féle bunyó. Valószínű, hogy Bender stílusa sok ökölvívónak nem fekszik. Rafinát. Azonnal ráfonódik, ahogy lehet. 34 esztendős, kifejezetten rutinos öklöző, kellő meccsszámmal felvértezve. Most ő lendült előre, és próbálta meg a menet végén beszorítani ellenfelét a sarokba. És megvárta a gongot, addig fogta le, hogy kikapja a lényeg. Fő az óvatosság. Bendelnek azért továbbra is ápolni kell azt a sebét. Aki még annak idején a ringben látta Buddy McGirtöt, az edzőt, az jóval vékonyabb kiadására emlékezhet. De hát azóta természetesen ő is felszedett pár kilogramot. Nagyon jó kis boxoló volt. Adnak Bendel megjelenésére. Következő menetre is igen tisztességgel felkészítik. Abszolút nem vérzik. Szerencséje volt, mert valószínűleg, hogy nem volt mély eleve a repedés. Hetedik menet. Ilyenkor tud sportszerű lenni Paul Smith, és barátilag magához öleli ellenfelét. Bender is fogja rendesen. Tart a felütésektől. Most, mintha mind a ketten akkor éreznék magukat biztonságban, hogyha magukat szoríthatják az ellenfelet. Valljuk be, akkor jóval kevesebb a sansza annak, hogy ütést tud bevinni. Beleesik az ütésbe, állandóan Smith. Igen, és ez a lehetőséged ad Bendelnek arra, hogy rögtön magához ölelje. Közel kerülnek egymáshoz. Ez is sok energiát kivesz. Egy kis birkózás, tolakodás. Bendel boxa folyamatosan válik, mind defenzívebbé. Elég nehéz lenne megmondani, hogy mikor indított ütést utoljára. Smith próbálkozik, közelebb kerül, üt, ebbe beleesik, ahogy mondtad, Bendel meg gyorsan lefogja. Most körülbelül e forgatókönyv alapján íródik a mérkőzés. Most még odáig sem jutottak, hogy Smith meglódulhatott volna. Bender közel lépett, és abban a pillanatban lefogta. No, most egy-két ütést is elindítottak. Még hogyha a pontatlanság továbbra is jelentősen újra szorítóban. Ez veszélyes. Smith kis ilyen megpróbálta a két felső kötél között elhagyni a szorítót. Pedig ennek még nincs itt az ideje, még a hetedik menet sem ért véget. Bender is előrelépett, még pedig ütéssel. Próbálják fárasztani, hogy ráfekszik Smithre. Ez a terve még úgy, ahogy működik, nem tudom, hogy táplálta egyetlen győzelmi reményeket a mérkőzést megelőzően. 20 másodperc még a hetedik menetből. Tehát azt a részét megoldja, hogy nem hagyja Smith-t kibontakozni. Így próbál megnyerni. Hát az Smith beleúl az egészbe, és tényleg távozik. Ennek a menetnek is vége. Egy szigorú pillantással búcsúzik Bendel. Sokkal többre a szememben, mert nem futotta.
Utána úgy mondtam, hogy egy kicsit a távolságot jobban tudná tartani Smith, akkor be is tudná fejezni. Nem menne olyan közel, hogy megbírja fogni Wendell. Akkor biztos vagyok benne, hogy el tudná találni úgy, akár testen, akár fejen, hogy minimum számolni kelljen. Ez például egy gyönyörű feltartóban legyenes volt. Csak olyan lendülettel ugrik mindig, hogy talán az első ütést áll, és utána olyan közel kerül. Amit, hát a közeladatban villámgyorsan belharc lesz. És abban az, abban az esetben Bendel már fog, igen. Bendelnek meg ez a jó. Egy ütés, és utána birkó. Buddy McGirt kicsit emeltebb hangon adott már utasításokat. Most beforgatta a kötelekhez Wendell fogás után. Csak hát az ütések, azok nagyon hiányoznak Wendell boxából. Fogalmazunk, hogy Wendell küzdő stílusából. Rossz felütés, aztán pedig gyorsan lenyomja ellenfele fejét Smith. Hát a kristálytisztától nagyon messze áll ez a meccs. Mind a ketten rá segítenek erre, hogy ilyen legyen, hogy hozzátesznek. Smith tolakszik oda, örülnek és paszkodik. Gyakorlatilag Smith megkönnyíti Wendell dolgát. Viszont valószínűleg annyira nem tudja megkönnyíteni, hogy a győzelme az veszélybe kerüljön. Hát végül a meghatározó, ő próbál őt találgat, de... Próbál tempót diktálni, de... Gyakran így végződik, mint ahogy most is látjuk, hogy Wendell lefogja. Na most valahogy kibontakozott Smith. Két balkezese talán még jónak is nevezhető. Túl vagyunk a 8. menet felén. Egyre fáradtabbak a harcosok. Nyilván azzal a szimpla ténnyel maga Wendell is tisztában van, hogy ez kevés a mérkőzés megnyeréséhez. Egyébként idegileg nagyon rendben van, mert jó bírja és végig tudja irányítani. Tehát úgy az történik, amennyire bírja, hogy ami neki kedvez Wendell. Mindig ott van, mindig kapaszkodik, egyet-egyet azért bele találgat. Hát Smith pedig előzékenyen oda viszi hozzá közel a harcot, és ezzel lehetőséget ad arra, hogy az öreg lefogja. Most is ez történik. A mérkőzés vezető pedig kétségbe esett, igyekszik őket szétválasztani. Az utolsó 10 másodperc. Megint pontatlan, Smith pedig neki veselkedett egy jobbkezesnek. Gondolta lezárja ezt a menetet. Érdemi változást azt hiszem most sem tapasztalhattunk a mérkőzés kimenetelében. Hát, kis Smith felény. Tehát ez végig domináns volt. És ha jól emlékszem, a negyedik menet volt az, amikor egyértelmű volt Smith fölénye. Ezt beszámítva rengeteg dulakodás a meccs folyamán. Valaki nyeri a menetet, akkor csak ő lehet. Attól függetlenül, hogy bennem is. És ilyesen küzd maga módján. Benden is kommunikatív, legalábbis azt jelezte az edzője felé, hogy megértette, amit az mondott neki. 9. menet. Vagyis az utolsó előtti immáron.
Bendel megrázta magát most. Valószínű szóltak neki, hogy két menet is bajnok lehet. E tény nyilvánvalóan feldobta. Minden esetre Paul Smith jó úton van afelé, hogy továbbra is őrizze veretlenségét, egyben őrizze az angol középsúlyú trónt. Egy perc ebből a menetből is lecsorgott. Próbál aktívabbnak tűnni benne. Most majdnem egy jó jobbkezest láthattunk Smith-től, de nem volt igazán pontos álcsúcsra. Letelt ennek a menetnek is a fele. Nem először a mérkőzés folyamán. Még valamivel több, mint egy perc ebből a menetből. Ez szép volt. Kicsit ráugrott. Most elbírja a kötél mind a kettőjük súlyát. Most talán először látszanak a fáradtság jelei Bendelen. Igen, egy kicsit szétesett a mozgása. Most tudna gyors lenni. És amit mindig hangsúlyozni kell, az a pontosság hiánya nála. Megint belepüfölte a levegőbe a jobb kezest. Még ballal csak találgat. De az azt követő jobbos az már rendszerint a szorító légterét hasítja. Ezzel együtt valószínűleg, hogy Paul Smith ezt a menetet is behúzta. Bennő sorok nem elégedetlen. Az a kisebb még mindig rakoncátlankodik. A szünetben mindig sikerül úgy rendbe hozni, hogy a következő menetet újra kibírja. Így aztán Bendel állapotában nem következik be tartós rosszabbodás. Már ami ezt a részét illeti. Meggört, ismételten elharsogta utasításait. Jutalmul kapott egy fogvédőt is Paul Smith, és következik az utolsó menet a középsúlyú angol bajnoki mérkőzésből. Smith most nekiáll valami komolyabb támadás félét bemutatni, egészen addig, amíg Bendel megunja ezt és eljön a kötéltől. Középen pedig újra egymásba gabajodnak. Kicsit hiányzik az angol hidegvér. Megnézze, hogy hova jut Smith. Szeretné ő megnézni, csak éppen nem tudja látni utána, hogy talált, mert ugyanis ez nem következik be. Sokszor ütés közben elcsapja a fejét. Úgy látom, most Smith is nagyon kedvesen magához húzza ellenfelét. Most az ő kesztyűjéről jött le a szalag. Lehet, hogy ő se bánja.
mérkőzés vezető most állítja meg és jelzi ezt a problémát. Az ő edző lényegesen gyorsabb. Buddy McGirt tömör termetét meghazudtolóan rögtön ott termett a sarokban. Még jó, hogy ilyen erős a kötélzet, gyakran tesztelik. Túl vagyunk az utolsó menet felén. Bíró nem sokat avatkozik be, pedig rengeteg fejelés van, fogás. Engedi őket, majd szórakozzanak közönség. Tarkó. Van itt minden, kérem szépen, nem lehet azt mondani, hogy nem érdekes a mérkőzés. Még hogyha színvonalában nem is veri magasságban a lécet. Utolsó percen belül vagyunk, vajon kié lesz a hajrá? Valószínűleg, hogy nem oszt, nem szoroz. Legalább most már Smith is vérzik. Ennyit eljött Blendl, viszont kap egy kemény balkezest az állára. Sok fejelésnek azért lett eredménye mind a két oldalon. Szakadt a felhám. 20 másodperc még. Most már szinte biztosra mondható, hogy nem végződik idő előtt a mérkőzés. Végig megy a 10 menet. Hát a véletlen pontos lesz együttés. Ez a lehetőség benne volt, hiszen az utolsó fél percig. Másik oldalon volt. Hopp, azt hittem Smith még a... Hoppá! A mérkőzés vezető úgy ítéli meg, hogy ez a mérkőzés Steven Bendelé. Minden teketória nélkül felemelte a 34 éves boxoló. A... Igen, ő... Kard... És úgy dönt, hogy Steven Bendel 29. győzelmét aratja 33. mérkőzésén, és megszerzi a középsúlyú angol bajnoki címet, megfosztván Paul Smith veretlenségétől. Hát talán mi a lendületet figyeltük, nem a találatokat. Elég nehéz volt követni, hisz voltak a mérkőzésnek olyan időszakai, amikor Bendel abszolút passzivitásban keresett menedéket, és még ütésre emlékeztető dolgot sem vitt véghez. Ezzel együtt ez a teljesítmény úgy látszik elég volt. Említetted, hogy mennyire elégedett az utolsó menet előtt a Bendel-féle sarok. Most lehet, hogy ők tudtak valamit. Még egyszer tehát, középsúlyban Steven Bendel legyőzi Paul Smith-t, megfosztván őt az angol bajnoki címétől, és ő maga ül fel a trónra. Rövid kereskedelmi tevékenység után a stúdió majd elemzi ezt a mérkőzést, azt hiszem lesz miről beszélni. English